Mint minden évben, október 6-án városunkban is ünnepi megemlékezést tartottak az aradi vértanúk kivégzésének évfordulóján. A Kossuth szobornál zajló ünnepségen városunk intézményeinek képviselői, valamint iskoláinak diákjai és tanárai tisztelektek a 13 aradi vértanú és Batthyány Lajos emléke előtt, és azok a hősök előtt is, akiket bár név szerint nem említenek a krónikák, de életüket adták a magyar szabadság eszméjéért. A megemlékezésen Tóth Imre, önkormányzati képviselő, ünnepi beszédében kiemelte, hogy az aradi 13-ak mellett ezen a napon emlékeznünk kell az 1848-49-es szabadságharc minden hősére is. Emlékeznünk kell azokra a honfitársainkra, akik az 1800-as évek elejétől kezdve a lemaradásban lévő ország felemelkedéséért küzdöttek. Országgyűléseken, kávézókban, újságok hasábjain, termőföldeken, fővárosban és vidéken egyaránt. Sokan voltak, sokféle nézetet képviseltek, de az ő közös munkájuk eredményeképpen született meg a modern, polgári Magyarország. Széchenyi István, Kossuth Lajos, Veselényi Miklós, Deák Ferenc, Batthyány Lajos, Kölcsey Ferenc, Klauzál Gábor, Bezerégy István, Lovas László és az országgyűlési ifjak, és sok-sok ma már ismeretlen hazafi küzdött a maga módján a haza jobbításáért, a szabadságáért. Október 6-a, mely a magyar történelem egyik legszomorúbb dátuma, a vértanúk mártír halálának emléket állítva 2001 óta hivatalosan is hazánk nemzeti gyásznapja. De ezen a napon mégsem a halálra, hanem azoknak a hősöknek az életére emlékezünk, akik 1849 őszén vérüket adták azért, hogy a jövő nemzedéke egy szabad és független Magyarországot tudhasson magáénak. A Hajdunánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület éneklő csoportja katonadalokkal emlékezett meg a szabadságharc hőseiről és áldozatairól. A megemlékezés végén a vértanúk előtt tisztelegve dr. Tiba István országgyűlési képviselő, az önkormányzat és városunk intézményeinek, valamint szervezeteinek képviselői koszorúkat helyeztek el a Kossuth szobor talapzatánál. Városunk oktatási intézményeinek tanulói és pedagógusai az emlékezés lángját őrző mécsesekkel tisztelegtek a vértanúk emléke előtt, melyek október 6-a estéjén a szabadságért és nemzeti hőseinkért léptek.